A ZOHEE2K2 típus számú Zanussi beépíthető sütő egy 60 cm széles bútorelembe helyezhető el, a készülék A energiaosztályos, és ennek a modellnek 65 literes a sütő hasznos űrtartalma. A készülék mechanikus forgókapcsolós vezérléssel van ellátva, két darab süllyesztett gomb segítségével tudjuk beállítani a használni kívánt paramétereket, egyik süllyesztett gomb segítségével a sütőfunkciót tudjuk kiválasztani, a másikkal pedig majd hozzárendelni a használni kívánt hőfokot. A készülék sütőfunkcióit tekintve tudja a felületpirításra alkalmas grillt, alsó-felső sütés együtt van benne még, ezen kívül kiolvasztó funkció, infragrill, amivel egy grillcsirke is elkészíthető, hőlégkeverés, külön kapcsolható alsósütés, nedves hőlégkeverés, illetve hőlégbefúvás, és van egy külön kapcsolható világítás, ami a sütőtakarításakor tud hasznos lenni. Másik gombbal tudjuk beállítani a sütési hőmérsékletet, 50 és 250 Celsius fok között tetszés szerint. Középen látunk egy elektronikus órát, ennek a segítségével a sütő működését tudjuk programozni, ha szeretnénk. Bekapcsoljuk a sütőt, ugye, és az óra segítségével be tudjuk állítani azt, hogy még hány percig működjön, és aztán kapcsoljon le automatikusan a készülék, illetve egy percjelző óraként is tudjuk használni, amikor is az idő lejárt, akkor csak egy figyelmeztető jelző hangot ad a készülék, de a sütő működésére nem lesz befolyással. Ha megnézzük a belsejét, alapfelszereltségként egy tepsit, illetve egy sütőrácsot mellékel a gyártó, oldalvezető sín segítségével négy tepsi magasság közül tudunk választani, hogy melyik szinten, melyik magasságban szeretnénk aktuálisan használni a készüléket. Ami viszont fontos, ugye a 65 literes sütőtér, az most már az átlagoshoz képest egy kisebb méretű, ez gyakorlatilag, ha megnézzük a standard méretű sütőknek a tepsiét, illetve ráhelyezzük ugye ennek a készüléknek a tepsiét, akkor az jól látható, hogy körülbelül 2 centivel mélységében és egy durván 3-3,5 centivel szélességében kisebb. Tehát gyakorlatban 42 centi ennek a készüléknek a tepsi szélessége és 46,5 a standard, normál méretű átlagosnak, mélység méretét tekintve pedig 37 centi ennek a készüléknek és közel 39 centi az átlagos méretű készüléknek a tepsie. A készülék sütőajtaja az két rétegű üvegezéssel van ellátva, viszont szét tudjuk szedni, van itt két kihajtható kis fő, ezt ha kifordítjuk, akkor kivehető a belső üveglap, tehát minden oldalát, minden üvegnek könnyen, egyszerűen tudjuk takarítani, hozzá tudunk férni. Zanussi beépíthető sütő, A energiaosztállyal, 65 literes hasznos űrtartalommal, mechanikus forgókapcsolós vezérléssel.